Örülök, hogy tetszik. Köszi, haver. Ez az gyilkosség! Ad neki! Pedig tökre dodzsoltam. Megold! Szép utoleg! Maradt healünk! Ez jó, nem? Maradt egy csomó healünk. Nem lesz mikor healálni, mindegy. Elfogyott az FP-nk! Lát valaki velem? Info! Halvány lila gőzöm sincs róla, hogy mi történik! Az FP-t újra kell töltsük, még az első fészben. Anyám! Túl magas volt a testhője. Megfordult ütés közben, bassz meg! Nem igaz! Ezeket kell videóra venni, bassz meg, ezt a szart! Rámozdul az NPC-re, bassz meg, így totál, és így ütés közben így... Bassz meg, ilyen nincsen, geci! De ki csinálja ezt? Meg miért egy videójátékkal? Atyaságos úristen! Fullosan így ugrik rá, rád az, hogy ó, geci, a másik irányba! Ez olyan, mint a Family Guy-ba, tudjátok, a bátor ember, aki még nem döntött el, hogy melege vagy sem. Szerintem így sokkal... Szerintem sokkal nagyobbat ütöttem rajta, hogy... A francba, ebben most meghalok? Ne bassz már, hogy háromnegyedről is megöl! Cheap shit, bassz meg.
Komolyan? Komolyan. Még meg se ütöttem, és csak engem itt. Oleg már ütötte. Ez így nem fair játékám. Mitől forna már fel az agyvizem? Mármint, hogy történt most valami? Ugyanúgy haltam meg, mint eddig. A szavazás miatt? Nem? Biztos? Azt hittem. Pontosítanék, nem szavazás, fogadás. Fogadás. Azt hittem, megint volt valami, amire nem tudok. Nem értem el. What the fuck? Nem érgeljetek? De mivel? Nem is történt semmi. Nem is írt senki semmi olyat, ami olyan nagyon basszantó lenne. Nem történt semmi. Nem elég hosszú akart? Igen, az a faj. Láttam, hogy többen írtátok, hogy próbáljuk ki a Nagakibát Grease-zel. Ezen nem új. Csak kevesebbet sebez így. Még végül is. Hát, ha lesz valami értelme, bevetünk mindent. Nézzük meg, mennyit sebez rajta a kedvenc grízünk. Na most fog felfogni ez egy vizem? Ma megint? Na ez most világos. Na most jön a szopás. Meg fog támadni engem ez az úriember, én úgy érzem. Ugyanannyit sebez szerintem. Baszd meg, Oleg, de valamit basszál már vele! Mindenre immunis? Tényleg? Mindenre immunis? Hú, mit szivattok? De várj már, ezt nem Frostbite-tal szokták kinyírni? Azzal a hortompa? Akkor hogy immunis mindenre? Elfelejtettem Oleget. Uram Isten! Bepótolt. Thank you.
Pedig már volt egy nagyon kevés, vagy nagyon sok esztuszum maradt. Úgy öltem meg. Forog a levegőbe, bazd meg! Nem tudja, Oleg nem tudja elvenni tőle az agrót egyszerűen. Hát ez így. Megint leszúrtam, bazd meg, pedig nem kellett volna, mert ütve többet sebzünk rajta, csak ilyenkor befér a heal. Nem látom, hogy mi történik, ez már tömegszex. Még nem állunk annyira nagyon rosszba HP-val. Oleg, sajnos igen. Ez az. Befér a heal. Yeah. És még Oleg is él. Most megpróbáljuk benyomni a fullos Melania kombót. Semmi értelme nem volt. Mi történik? Valami van. Most a karddal vág. Yeah.
Köszi Árva Senci. Biztos örülni fog neki. Köszi Aver. Biroszi, köszi 35 hónapot. Basztus kulcs, rosszba ittem bele. Van baj. Baszki! Én mellette álltam. És azok nem engem grebelt. Tehát én mellette álltam, és így grebelte Oleget, és így odaszívott maga. Ez a szart. Katasztrófa, bazd meg, katasztrófa. Valami most van, srácok éppen. Oh no. Amikor a gyűrű jön? Értem. Én futok. Mi történik? Mi több staminám? Sziasztok, mi a faszom van? Ez sosem múlik? Nincsen több... De nem marad staminám a dodge-okból, és elkezdi nyomni a másikat. Nagyon sokáig tart. Hát most majdnem mondtam valamit, baszd meg. Mi az, hogy sokáig tart, baszki? Elmondanád, hogy ezen a kontrolleren melyik gombot nyomtad volna meg, baszd meg, hogy ne ez történjen, de most komolyan. Hát egyszerűen beszarok, de hogy a faszomba lehet ilyeneket csinálni?
És akkor az a legkeményebb, hogy közben csinál még mást is. Az előbb a izé közben is csinált. A perfume cucc közben benyomta a... Hihetetlen komolyan mondom. Igen. Kiralogárt, nagyjából aranyas ő. Gyere, nyírt ki, Oleg! Stiletto, Geozel, Just Gary Things, Dante, köszi szépen! Most jön a szegény Oleg. Meghalt Oleg. Viszont én ki tudtam dodzsolni ezt a szart. Kezdődik. Tüske szart, nyomta a tűzakádást, nyomta a perfume lángot, és kétszer lőtt a kardjába a lófaszt. Ezt egyszerre csinálta mindegyiket. Nem lehet kidodzsolni.
Miért léptem közelebb hozzá egyen? Beledodzsoltam. Nyit ki! Oleg, ne! Oleg! Azonnal! Megmentettem. Patkány geci. Te megölheted Oleget? Te hogy nézel ki? Mint egy csöves baszki. Fúj. Majdnem. Kezdődik. Lefutottam a varázsgömböket, lefutottam a varázsszoronyokat, kidodzsoltam mindeközben a két slash lövést, és így nézed, hogy faszt képzel magára ez a paraszt, és nyomott még kettőt. Megint elfelejtettük Oleget. Bár... Igen. Várjunk még Balázs, kicsit kíváncsi vetett. Ne. Léci. Hadd vár. Ne, kíváncsi vagyok. Nem fog többet írni. De hogyis nem. Itt vagy még Yellow Star. Biztos, hogy itt van, még van át. Gyerünk! Szívd fel magad! Folyjon a vér!
Nem, biztos, hogy nem annyi neki. Biztos, hogy itt van még. Biztos, hogy itt van még. Most azért annyira nem patkány valaki, bazd meg, hogy azért, hogy ennyire nem lesz fosos. Virtuálisan, baszki. Megkaptam bant és bezárta. Dehogy zárta? Dehogy zárta be? Itt van. Nézd meg, milyen... Látod, csak ennyit kellett mondani. Mondtam én neked. Kis fasz meg, kezi. Kurva nagy. Él még, igen, él. Elment a mette. Hagyjad. Engem érdekel. Engem annyira érdekel. Igen. Azt mondja Szotty is. Hát, azért nem tudom, ilyennél... Én ha már umbannos, én többre számítottam ennél, Balázs, egy szinttel. Te nem? Nem? Ki mond egyetlen ilyet? Ez valamelyik térségen használja? Valahol messze innen használják ezt. Szerintem. Én nem hallottam még ezt amúgy. Jó, nem azt szólt, nem azt hallottam, mert azok kik? Mert a magyar... Hivatalosan mi melyikek vagyunk? A hurkások, Balázs? De mert szerintem ez ilyen foci szurkolós dolog. Kolbászos a debreceni, vagy hurkás? Sose tudom. Morten Knight, nagyon szívesen, haver. Mi is köszönjük. Már megint ez a Fütyi Joe.
történt? Was was that? Segítség! Léci! Hagyd abba! Anyám! Na jó. Oké. Ó, most megint jön a... ugye? Bassza meg! Oké. Istenem, nyugodjál már! Mi ez? Fésztek? Jó, és akkor most válogathatunk az endingen, az endingek között. Azt mondja, hogy egy pillanat. Igen. Igen. Meg lehet most idézni Ránit, és akkor megcsináljuk a Ráni endinget. Vagy, ha megfogjuk a Fractured Marikát, az a sima ending, ugye? Köszi Szundi, köszi Vincent, Knives, köszi az ötös szubi bombot. Mr. Olaszkoma, nagyon szépen kösz neked is. Elvileg a sima, igen, a sima endinget választjuk. Méghozzá úgy, hogy a Death Prince mendinggel fogjuk választani, srácok, ami a fia ending. Mindjárt meglátjátok, és akkor megbeszéljük, hogy mi pontosan a fia ending, jó? De szerintem az lesz a legjobb, úgyhogy így megmentettük Melinát, a Finger Maident, nem halt meg, mert megátkoztattuk magunkat, aztán megtisztultunk, és most jöhet a Mending Rune of the Death Prince, ami a sima endingek közül szerintem a jobbik. Elemke, köszi szépen. Ott van a bal kezén a nyoma, hogy feláldozta magát Melináért.
hogy ne halljam meg. Kokó, bazd meg, na ez csillagosatos. Ez így, ez, na ez egy kurva jó poén volt. Marika? In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall the age of the Duskborn. Bizony. Na. Vége van, srácok. Vége van. Ez az ending. Elvileg az az ending, hogy visszatért a rend a Lands Between-re, de a Death Prince-el visszahoztuk a halált, nem? A világba, mint olyan. Szóval elméletileg ez az az ending, amiben úgy térnek vissza a normál kerékvágásba a Lands Between-en, hogy most már meg tudnak halni. Igaz? Igen, és nincsen elnyomó Greater Will. Így van. Szóval az én olvasatomban ez a legjobbik ending, hogyha a Földet nézed. Amit így az embereket, meg a lakosságot, vagy nem tudom. Úgyhogy igen. És a végén él Melina. Ő nem halt meg. Igen, ezen a módon megmentettük Melinát. Úgyhogy nekem az én olvasatomban ez volt, mondom, a legjobb ending, de nyilván 6 darab van, azt hiszem. Igen, elég basszó a zene. Közben Imobénak is nagyon köszi még egyszer a basszó csírt. Maga a játék, a sztori amúgy nekem nagyon tetszett, sokkal érthetőbb és átláthatóbb volt, mint a Souls game, meg abban a szempontban, hogy megértettem, hogy miről van szó, megértettem, hogy miért harcolunk, elmondták már az elején, hogy Tarnisdok vagyunk, Elden Lordok kell legyünk, elmondták, hogy miért, elmondták, hova kell menni, hogy azt megcsináljuk, úgyhogy szépen megöltük a dolgokat, gyönyörűen a kézolvasó öreg asszonyok mindig elmondták, hogy ki hol van, hova kell menni hozzá, hogy meg tudtuk csinálni, úgyhogy szépen végig lehet menni rajta egészen egyszerűen, úgyhogy szerintem mindenki számára érthető volt a történet, aki végignézte a végigjátszást. Közben többször ugye végig is futottunk rajta, mint olyan. Én úgy gondolom, hogy teljesen érthető volt, és viszonylag könnyen felfogható, mi az, akihoz képest legalábbis szerintem. A misztikum ennek a játéknak az a részletekben rejlik, hogy mi, hogyan, mi, miért és mind csinált, ahhoz végig kell olvasni az összes item description-t, stb. Vannak olyanok, akik ilyen végigjátszásokat csinálnak, olyat is lehet követni, az ilyen story playthrough-t, azok nagyon hosszúak, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jók. Úgyhogy én nem tudom, minden egyes boss-t nem öltünk meg, de még van lehetőségünk rá, hogy minden egyes boss-t egyébként megöljek, de az összes main és optional boss-t megöltem, szerintem. Egyedül ilyen, mik ezek? Ilyen minibosszok maradtak ilyen dungeonből, nem? Valaki esetleg figyelte ezt? Bizony, rengeteg magyar. Rengeteg.
Csak Dungeon Boss maradt, igen. Bizony, itt is nézzétek csak. Budapest Film Orchestra. Bizonyisten. Ez mind a zene, srácok. Ez mind a zene. Így van-e bőven magyarok? A Remembrance bossok közül mind meglett, de szerintem nem csak a Remembrance bossok, hanem az optional bossok is meglettek, mármint az optional nem Remembrance bossok. Szerint az esti bossok Jokoszensei nem maradtak ki, azok meghaltak így streamen kívül egy részük, de Dungeon Boss maradt ki, és az az egy gargoly a fővárosban. Azt hiszem. Igen, megöltük a Dragon Lordot. Ami a játékot illeti, nagyon-nagyon jó volt. Elképesztő, hogy ilyen hatalmas open world-et tudtak csinálni, mi az, akik ennyire részletgazdag, ennyire élvezetes, ennyire Souls-like stílusban. Különösen a level designra gondolok itt, meg az item placementre, meg arra, hogy hogyan fedezel fel egy ekkora világot. Ez elképesztő, ez nagyon-nagyon tetszett. Nekem az újítások is tetszettek. Gondolkozom, nem tudom, nekem a, tehát itt a, hogy mondjam neked, az, hogy Melania és Moog mennyire erős, az azért lényegtelen szerintem, mert ők opcionális, titkos helyek. Tehát olyanok, mint a Nameless King. Hogy 100-ból 99 végigjátszás nem találkozik vele, mert fogalma sincs, hogy kell oda menni. Úgyhogy azok olyanok, érted, hogy mint amit annak idején apukáink, anyukáink mondtak, mikor túl nagy dolgot rendeltünk a kajáldába. Ha kikérted, most már meg, bazd meg. Tehát ezek azok a fajta bosszok, úgyhogy én azt nem számolnám bele a boss listába. Ők nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezek. Nekem is nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt ezzel a build-el megcsinálni őket, de őket nem venném bele. Rajtuk kívül... Malekith volt nehéz, meg ez az utolsó boss. A többivel annyira nem szívtunk. A két optional bosszon kívül. Radahn, igen Rimmel. Radahn, igen. Radahn, Malekith, és ez az utolsó boss. Meg a gargolyok, igazatok van, a gargolyok. Aztán nem volt nehéz egyáltalán, szóval azt levertük. Meg Margit az elején? Igen, Margit. Viktor, ebben az összetett mondatban volt benne, hogy Moog és Melania nem számítanak, mert ők optional bosszok, úgyhogy róluk most nem fogok beszélni. Ez aranyos dav tőled. Radahn nem opcionális. Radahn kötelező boss. Ő story boss. Ha az opcionális, csak Ranihoz kell Radahn? Ó! Oh! True. Csak Rani questhez kell Radahn. Igazatok van. De Margit se kötelező akkor. Van New Game Plus, igen. Mindjárt meglátod, hogy. Köszi vadászlány a baszót sírt. Nagyon szépen köszönjük. Szóval elképesztő egy játék, és hogyha a két optional boss nem vesszük bele a kalapba, akkor nem hazudott mi az, aki. Itt van Begin Journey 2, tehát hogy megyünk a New Game Plus-ba, vagy nem. És hogyha arra megyünk, hogy nem, akkor visszarak minket a Word-be, és itt a Word-ben, ha leülünk, akkor itt lehet Begin Journey 2-t kezdeni, tehát itt innen el tudunk menni New Game Plus-ba, de innen még lehet takarítgatni a dolgokat
ebben a cuccban. Én, ha nem haragszatok meg, akkor én... tényleg még a sárkánykardját is meg lehet szerezni, az is baszógép amúgy. Meg ezt a kardot is meg lehet szerezni, az is baszógép amúgy. Mindig nem baj, nem van szarva. Mennyit adott a főbossz? 500 ezeret. Én nem megyek New Game Plus-ba ezzel a karakterrel. Azért, tudja, na, kitaláltok, hogy miért nem megyünk New Game Plus-ba ezzel a karakterrel? És hogy miért nem mentünk egyik karakterrel se New Game Plus-ba, amit streameltünk Souls Game-ba? Hagyok időt, amíg megeszem a szólokat. Bizony Újvi. Bizony Kadinszki. Így igaz, ahogy mondjátok? A DLC-k miatt. A DLC-k miatt, hogy tudjunk menni a DLC-be, sima New Game-be, és ezzel a karakterrel. Hát szerintem Dexre nem adok már többet. Szerintem kezdjünk el adni Arcane-re, úgyis respect lesz majd. És akkor majd látjuk a dolgokat. DS3 végén volt. De a legvégén, mikor már nem volt több DLC, nem? Szép ez a 99-es Dex. Igaz, Kodinszki. Szerintem is szép. Na, és most ugye a Célbild utat nyert. Visszavehetjük az öltözékünket. Most már Berserk tálba. És még így is csak medrollosok leszünk szerintem. Itt van. Igen, Iron Duck, majd játszok még ezzel a játékkal off-stream, így magamnak, de most erről a buildra ennyit, srácok. Tetszett a játék, mondom, ha a két optional boss-t kivesszük a kalapból, akkor igazat mondott Miyazaki, és ez egy sokkal hozzáférhetőbb. Szóval az játék lett. Szerintem. Mint az eddigiek. Hey! Elden Lord sisakkal? Elden Lord sisak? Az meg milyen? Ezzel? Nem tetszik nekem annyira. Van, akinek jól áll, nekem a farkas fej jobban tetszik. Ez a... Aha, igen. Na, örülök neki, hogy néhányan rákaptatok erre a dologra. Én is úgy gondolom, hogy megéri. Mert nagyon élvezetes, nagyon jó. Az optionalok nehezek voltak. Mondom, nekem ez a Melania boss fight, ez őszintén nem tetszett, de mondom, ez az én hibám, meg a buildem hibája, meg főleg az én hibám. Hány órám lett összesen? 85. Hát, first playthrough-ra ez olyan átlag, nem? A legtöbben, akik így nagyjából mindent megnéztek, azoknak ilyen 80-90 óra között volt, nem, srácok? Elajaznak 84 óra volt, azt hiszem, az első végigjátszás. Ez az átlag. Ilyen 80 és 90 között. 120 lett neked? Mindegy, lényegtelen. Single playthrough. Ott körül van, ilyen 80-90 óra körül szokott lenni, szóval annyira nem mentünk túl egyébként rajta, de mondom, nyilvánvalóan elképesztő játék, és nagyon nehéz lesz ezt felülmúlni. A DLC-t ne várjátok annyira, srácok, mert ha jön is hozzá DLC, az biztos, hogy minkkel a DLC lesz. Az már biztos, majdnem, hogy a map közepén lévő felhőcske alatt van a terület, és hogy úgy fogunk szopni, mint a büdös kurva élet.
mert abban biztosak lehettek, hogy ha Mikella lesz a DLC-ben, ahogy mondják, az full bleed lesz az egész. Úgy, ahogy van. Szóval végeztünk. Hát, srácok, Lasli, köszi 62 hónapot, nagyon kösz, haver, Gab Kovács, köszi 57-et, Siron, köszi az 5-et, Subgivombot, Surfer, köszi a baszó, Csírt, Vadászlány, neked is még egyszer. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a türelmet. Vege van. Ha lesz az a DLC, megpróbáljuk streamelni. Aztán innen megyünk tovább. Holnap folytatjuk a Ghostwire Tokiót. Egytől. Nagyjából ennyi a program. Úgyhogy én még egyszer megköszönöm a figyelmet nektek. Leeresztünk, visszamegyünk a régi kerékvágásba. Szeretettel várjuk az új videójátékokat. És megyünk tovább. Legyetek jók, holnap találkozunk. Na, szevasztok!